ezt az adást fogom megnézni ma este a Karinthy színházba. Remélem, hogy jó műsor lesz. Mondjad még egyszer? Nem mondom. Nem? Nem akarod újra mondani? Nem. Jó. Hadd egy ilyen frázd, de küldöm fotót, hogy jó. Színre áll vagyok, de pedig nem tudja. Ez film lesz. Nem tudja, hogy rá érjék. Jó. Teszek eleget, mikor bejelentem, hogy a ma esti előadás a főszereplő váratlan eltűnése, azaz váratlan megbetegedése, szóval technikai okok miatt elmaradt. A jegyek a váltás helyén visszaválthatóak, vagy a sajtóban később közölt időpontra érvényesíthetőek. Kedves nézőink, a színház igazgatósága nevében... Fejképet kérek! Nézőtér sötét! Na! Kicsoda maga? Nem ismersz meg? Nem. Na, köszi szépen! Kedves nézőink! Nézd meg jobban! Vonj ki belőlem 70-et! 40 évet és 30 kilót! Jézusváriám! Sose mondtál nekem. Voltam cica virág, Gündér Gébics, aranyposzáta, és te hülye lipa. Ida, te vagy az? Melyikről jöttél rá? Évek óta nem láttalak. Most pótolhatod? A jegyek ma estére érvényesek. Micsoda? Megmentjük ezt a kócerájt. A ti előadásotok elmaradt, most jön a miért. A tiétek? Nem egyedül jöttem, itt vannak a többiek is, akikről ti már megfeledkeztetek. Fiúk, lányok! Befelé! Igen, igen! Jó estét! Ez az!
Yeah.
jegyeket egy színén. Hát ez nem mondtad. Nem mondtad. Mert nem hagytad ott rá így. Ne szólasz mondod. Nekem szólasz, nem is. Na ne sírj! Ne sírj, mindjárt kitalálunk valamit. Na! Mit mondod, Cseri? Mennyit érhetsz? Ó, szerintem 6000 dollár. Könnyedén megkaphatnánk. Hogy mennyit? 6000 dollár. Mennyit? Nézzétek, micsoda fényet! És milyen gyönyörűen illeszkednek a bőrök! Hogy gyönyörű, 6000 dollár! Hát sose gondoltam, hogy ennyi pénz! Mi többet is megért! Többet, persze! 10 év szigorító! Úr! Sajnos ez igaz! Jó, vigyük vissza! Hát igen, annyira hozzám nő! Igen, és mi szó, ha valami lesz, ha Walter meg tudja? Jaj nekem! Ad neked! Ha meg kitalálunk egy megbízható tervet. Igen? Van itt neked, Harry? Ha ha ha!
látszik. Mi a baj? Ó, semmi, semmi. Hát nem tudja. Nem tudja. Szóval... Idát nem tudjuk lebeszélni erről a bumtibibumból. Fejébe vette, hogy megveszi ezt a helyet. És én annyira aggódom érte. Ida azt csinál, amit akar. Csak magának. Ne legyen hozzá semmi köze. Nekem? Igen. Hát mire gondol? Hogy lenne? Én már nem tudok tovább várni. Én nagyon szerettem magát, ezt ne felejts el. Ne rohanj be ajtósom a házba! Figyelnek! Látja azt a hölgyet, aki ott lenéz. S a földszinten mosolygó ifjú párt. S a kölköket az erkélyen, de semmi vész. Kis kukkolás és cukkolás nem fárt. Hisz bárkiből is álljon a nagy értelmű. Csak egy dolgul járt rajtan az eszünk. Látva két idősebb lényt, a kérdés sorszerű. Csinálják még? Vagy már csak teszik. Talán, ez itt a kérdése. Pontosan, talán, ez áll a nagy könyvben. Nem? Néznek és tűnődnek. Yeah.
szóval a havi, ugye annál a kitározik a sáv, egy több dolga egy sáv, mert a havi korékban kicsihoz egy. Megálló, királyi utca, Erzsébet körül.